Na hello! Itt vagyunk Diósjenőn, és a következő két napban az a tervünk, hogy megcsináljuk a Börzsönyi kéket. Diósjenőről indul, és ez a Börzsönyi lokális kék túra. Diósjenő, csak úgy nagy vonalakban Diósjenő, Drégelyvár, Bernece baráti kemence, Fekete völgy, Nagy Börzsöny, és akkor a vége pedig Szobnál van. Ezt két napra tervezzük, 66 km, ez benne egy kis sátrazás is, úgyhogy meglátjuk, milyen lesz. Medvét láttak a Börzsön. Tömlős medvét. Na, itt vagyunk a Drégelyvárba. A fenti kilátásos ebédest elmarad, mert nagyon fúj a szél, úgyhogy lejöttünk ide. Meg itt le is tudunk ülni, úgyhogy... ennyike. Egy kis összegzés, hogy mi is volt eddig. Drégelyvár után eléggé unalmas lett az ösvény, ugyanis végig lomb korona alatt jöttünk, semmi kilátás nem volt.
az egészen tartott Bernece barátig. Bernece barátiba engedtünk magunknak egy kis vizet a csapról, illetve kútról, onnan átmentünk Kemencére, és Kemence után pedig az lett volna igazából a Börzsönyi kéknek a része, hogyha odalent megyünk, egészen onnantól végig erre eljövünk, ez itt a Fekete Völgy mögöttem, és eljövünk a Kemencei kisvasút mellett. Na most mi ezt a szakaszt már megcsináltuk, vagy 20-szor, úgyhogy nem arra jöttünk. Helyette feljöttünk itt Kemence fölött, és a Fekete Völgy fölötti, ha jól emlékszem, ez a Jancsi-hegy. És akkor feljöttünk ide, itt tudtam, hogy van egy kis lapos terület, és úgy néz ki, hogy ez lesz a féltávon a szállásunk ma. Úgyhogy ide feldobjuk majd a sátrakat. Most vagyunk elvileg a 66 kilométerből 33-nál, és akkor holnapra pont ugyanennyi marad. Ebédidő. Megérkeztünk Nagy Börzsönybe. Kellemes 12 km volt körülbelül, úgyhogy mára még van 20 szobig, de itt találtunk asztalt, meg a sátor is itt tud száradni, meg ez az utolsó vízvételi lehetőség, úgyhogy kihasználjuk, hogy tudunk ülni, aztán megyünk.
Na itt vagyunk már szob előtt, ott előttünk már látszik a Duna meg a Pilis. Úgyhogy Dióhéjban ennyi volt a Börzsögyi kék. Szép volt, jó volt. Köszi, hogy megnéztétek a videót. Hello!